Még csak pár napja ment le adásban, amikor itt voltunk a Dessőfi síremlék és az egész mindenség felújítása kapcsán, kint a temetőben, és nem is gondoltam volna, hogy pár nap múlva itt lesz az egyik leszármazott, Dessőfi Zsolt, nagy tisztelettel köszöntelek, ugye 2015-ben már találkoztunk, amikor ez a folyamat elindult. Milyen érzés most úgy visszajönni, hogy látod, hogy tényleg lesz belőle valami, és az ősök emléke méltóképpen lesz rendbehozva és megemlékezve rájuk? Mindenképpen egy felemelő érzés, és az emberben tényleg úgy érzi, hogy hazajárt Tiszavasváriba, hiszen ez ugye a Dessőfiknek az otthona volt, és nagyon kellemes meglepetésért, mert amennyit ugye húzódott ez az egész ügy, most egyik pillanatra a másikra tényleg begyorsult, és 21. századi tempót vett. Sokan kérdezhetnék, hogy mennyire él benned az emlék, vagy egyáltalán az ősöknek a hozzájuk való tartozása? Egy érdekes kérdés, mert én már Budapesten születtem, és ugye az előző rendszerben az meg ugye nem igazán egy ilyen, hogy mondjam, nemességnek egy kedvező rendszer volt. És végül is eléggé későn, 40 éves korom környékén kerültem kapcsolatba a családi történettel, családi történelmével. Hát egy biztos, hogy amiket olvastam az itt eltemetettekről, az mindenképpen pozitív, hiszen itt jó páran az a magyar történelemben jelentős szerepet játszottak, én azt gondolom, hogy az ország kulturális életében még jelentősebb szerepet játszottak, és hát kötelességünk megőrizni az emléküket. Ezt mondom attól függetlenül, hogy a családhoz tartozom. Van egyébként családfád? Van. És az itt felsoroltak, mert a múltkor nézegettük itt a fémből készült síremlékeket a márványból. Ki az, aki ez a legközelebb állsz, így leszármazotti ágon? Egyforma a rokonsági fok, mert a család valamikor a 17. század elején ágazott úgy szét 8 ágra, illetve 8 fiú volt, aki hagyott utódokat, és nagyjából egyforma a rokonsági fok velük. Volt olyan gyerekkorodban, hogy nagyapáddal a térdére ültetett és mesélt, hogy hú, kisfiam, annak idején, amikor még a grófi család fenn, vagy megvolt? Nem, mert a nagyapám meghalt, mielőtt én születtem volna 1950-ben. Sajnálatos. A nyomdász nagypapám anyajágról ő mesélt egy-két dolgot, mondjuk nem a térdére ültetett, inkább akkor mondta, hogy bezzeg a mi időmben, amikor éppen valami nem tetszett neki velem kapcsolatban. De a keresztanyám, édesapám nővére, ő mesélt egy pár apróságot, de ő se vitte túlzásba, tehát inkább nálunk az volt a csapás irány, hogy a név az kötelezés, nem kiváltságot biztosít, tehát mondta, hogyha majd nagyon érdekel, akkor utána nézek ezeknek, de tőlük függetlenül is a névnek a hagyományait ápolni kell. Mondom, korábban hozzád is eljutott a hír, amikor feltölték a kriptát, sőt, mi több olyan gyalázást csináltak, hogy magát a koporsót is feltörték, aztán a kisebb csontokat elégették. Ez hogyan érintett? Nézd, abban az időben rengeteg sírt föltörtek, tehát nekem mindig kinyílik a bicska a zsebembe, hogyha ilyesmiről hallok, mert az, hogy vandalizmusból föltörnek akár egy zsidó temetőt, akár egy akármilyen temetőt, ez vérlázító. Most az, hogy ez a családomat érintette, ez én így, tehát ugyanúgy dühített, és inkább az első reakciók, tehát azok még jobban. Tehát, hogy első körben ugye mindenki megpróbálta a felelősséget pánikszerűen magáról lepatintani. Aztán utána természetesen kialakultak a kapcsolatok, és abban az irányban mentünk el, hogy hogyan tovább. De egyáltalán annak idején, amikor tényleg itt az elejedet vagy őseidet temették, akkor mennyire volt divat az, hogy ékszert, vagy pénzt, vagy bármi olyasmi értéktárgyat tegyenek mellé? Hát a keresztény temetkezési szokások alapján nem igazán szoktak, tehát ez egy ókori sírban találhatnak esetleg pár pénzérmét, vagy egy egyiptomi sír emlébe esetleg a honfoglalás koriabban, ugye abban a ruhában, ami eltemették, ott azért voltak ékszerek, meg különféle ilyen aranyezüst tárgyak, de egy római katolikus temetőben annak
minimális az esély, hogy bármit is találjanak. Én azt gondolom, hogy egy-egy gyűrű miatt meg nem érdemes föltörni egy sírt. És akkor nézzük azt az érzést, amikor felkerestek Tiszavasváriból, hogy hello, hát felkaroljuk ezt a kezdeményezést, hogy legyen felújítva maga az egész síremlék vagy kripta, és hogy ennek a továbbiakban lesz gondoka vagy lesz kezelője. Mindenképpen egy jó érzés volt, és ez a továbbiakban is egy együttműködés feltételez a család és Tiszavasvári között. Hát és ami a legfontosabb, hogy Tiszavasvárinak most már végre egy olyan hírnevét kéne kelteni, illetve egy olyan hírét az országban, hogy ez nem egy balhés-szabolcsi város tele nemzetiségi problémákkal, hanem ez egy kulturális központ, amelyik megőrzi a hagyományait és ápolja azt. 2015-ben voltál itt, amikor is volt a feltárás. Azóta tartod a kapcsolatot itt a városban valakivel? A folyamatok után érdeklődsz? Hát a Munkácsi Mihály alpolgármester úrral, azt nem mondom, hogy napi szinten, de heti szinten tartjuk a kapcsolatot. Végül is ez már egy baráti kapcsolatnak is számít, mert személyes dolgokról is el szoktunk beszélgetni. Az Aleván és Siterjévával is ő csinált itt egy darabig az újságot, tehát az ő tevékenysége is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a dolog megmozduljon. Nem sokára, ahogy nézem a munkálatokat, jön az átadás, a hivatalos átadás. Mennyire lesz a számod a felemelő érzés? Azt konkrétan nem tudom, hogy mennyire lesz felemelő érzés. Egy biztos, hogy egy kicsit izgulok, mert az feltételezhetően egy újabb szereplési lehetőség, illetve kötelezettség, és nem minden esetben szeretek szerepelni. Tényleg csak pár napja, hogy itt voltunk, és ahhoz képest rengeteget fejlődött a környezet, hiszen már látszik, hogy nem sokára kész. Mikor is lesz a hivatalos átadás? Hát most beszéltem a kivitelezők főnökével. Nekik az van kiadva, hogy jövő hét végére be kell fejezniük a munkálatokat. Valószínűleg kész is lesznek mindennel. Picit gondban vannak, mivel a fém síremlékek restaurálásához nem nagyon találunk fém restaurátort. Most egyik fiatal ember elkezdte ezeket megtisztítani. Én úgy gondoltam, hogy ezt megpróbálnám baráti, családi berkeken belül egy homokszórással, vagy egy szódobikarbonás szórással ezeket a fém síremlékeket felújítani. Minden egyéb mást a kivitelező a kő síremlékeket felújított. A kriptánál több mint 150 köbméter földet mozgattak meg. Fog kapni egy gyepszőnyegborítást magának a sírbortnak. Mint látható a kripta mögötti része gyepszőnyeggel lesz borítva, a kripta környék is gyepszőnyeggel lesz borítva. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép munkát végeztek a kivitelezők. Én nagyon szépen megköszönöm a Nemzeti Örökség Intézetnek, munkatársainak és a kivitelezőnek is ezt a hozzáállást. Restaurálják a kripta ajtaja fölött található címert is. A hiányzó darabokat próbálják pótolni. Van miből? Van minta? Van minta, hála jó Istennek, van minta. Ugye több fajta címere is volt a Dezsőfi családnak. Ez a címer, ez egy különleges címer itt, ami a kriptán látható. Mindenféleképpen szerettük volna leszínezni, de most a kivitelező azt javasolta, hogy ők ezt fogják egy olyan integráló anyaggal lekezelni, amely betonkeménységet fog neki adni. Tehát nem javasolja azt, hogy mi szint adjunk ennek a címernek, mert azzal csak rongálnák az állapotát, tehát hamarabb elveszíteni azt a tartóságot, amit most ők fognak neki adni. A kriptát belülről nagyon szépen rendbe hozták a kripta belső részét, kifugázták a téglákat, nem lett levakolva a kripta belül, hogy üregezzen a fal, ahogy megbeszéltük első körben is a Nemzeti Örökség Intézetnél a projektvezetővel, le lesz meszelve. A padlózatot már háromszor húzták újra, az is fog kapni egy impregnáló anyagot, amivel gondban voltak a lépcsőzet. Mivel a lépcső is olyan különleges méretű téglából készült annak idején, lassan 200 éve, nem nagyon lehet kapni, de a kivitelezőnek sikerült Hajdunálláson két raklap hasonló méretű téglát találnia, amely a lépcsőt is nagyon szépen ki tudják javítani, és az is restaurálva lesz. Annak idején, amikor a sírrongálások voltak, hát bizony a város felkapta a fejét, és volt jelentős visszhangja. Most ennek, hogy megy a felújítás, és a Lement TV-ben tudsz-e bármiféle visszhangról? Nem hallottam még visszhangot. Ha hallottam is, csak pozitív visszhang néhány ember, akivel beszéltem erről. Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy csak elismeréssel tartozhatunk a Dezsőfi családnak, mivel
történelmi szempontból is, ugye a Kornis család, a Dezsőfi család, Bűd, Szent Mihály, Bűd, Szent Mihály, majd Tiszavasvári történelmi szempontból is nagyon-nagyon sokat köszönhetünk nekünk, de mint elmondtam már múltkor is, nem csak Tiszavasvári, hanem az egész ország, hiszen nagyon neves személyiségek nyugszanak itt ebben a kriptában, és itt van a síremlékük is. Honnan fogunk tudomást szerezni a hivatalos átadásról? Meg gondolom lesz egy kis ünnepség, ennek keretén belül lesz majd az átadás? Hivatalos újratemetés lesz, én úgy gondolom, szeptember 8-án, addig nem fogunk a kriptához nyúlni, a kivitelező befejezi a munkálatokat. Én nagyon bízom benne, hogy szeptember 8-ára mindent úgy meg tudunk szervezni. Dr. Benkő Péter, honvédelmi miniszter volt, és megkerestük az ügyben, hogy kapjunk egy díszőrséget. A koporsóvivőket szeretnénk tőle kérni. Szeretnénk felszentelni a kriptát, Palanki püspök ura próbáljuk elérni. Amennyiben nem sikerül, akkor próbálunk más egyházi személyt felkérni arra más püspököt, hogy ezt sikerüljön megvalósítani, de mindenféleképpen szeretnék a kriptát felszentelni, szeretnénk meghívni a Nemzeti Örökség munkatársait is. Mindenkit, aki úgy gondolja, az újratemetéskor szeretettel várunk. Szeptember 8-ára tervezzük, nem tudjuk, hogy ez az időpont megfelelő lesz-e mindenkinek, és akkor ez sikerül-e, de szeptember 8-ra van tervezve, és mindenkit, aki úgy gondolja, hogy szeretné megadni a végtisztességet ezeknek az embereknek, ezeket szeretettel várunk majd az újratemetéskor.